Az idei nyár főszezonjában kiemelkedő forgalmat könyvelhettek el az utazási irodák. A korábbi évekhez viszonyítva sokkal többen éltek az előfoglalás lehetőségével. Márciusban és áprilisban 10-20%-kal is olcsóbban lehetett foglalni, és még széles kínálatból lehetett választani. Persze voltak, akik idén is a last minute utakat várták, de már szűkültek ezek a lehetőségek. Az elmúlt években a terrorveszély miatt sokan féltek külföldre utazni, akkor sok turistát vesztett Törökország, Egyiptom és Tunézia. Most viszont a tavalyi biztonsági tapasztalatok alapján ezekre a tengerpartokra is visszatértek a nyaralók. A sláger úti célok azonban külföldön és itthon sem változtak. Görögország és Bulgária vonatkozásában 30-40 kal nőtt a forgalom. A horvátok épp most adtak ki egy statisztikai kiadványt, miszerint a augusztusi évben elérték a tavalyi egész éves, tehát azt lehet mondani, hogy oda is Magyarországról nagyon-nagyon sokan mentek, és el lehet még mondani, hogy Törökország, Egyiptom újra feljött, ami azt jelenti, hogy a 2015-ös évhez nem, de a 2016-os évhez nagyon-nagyon jól teljesített. A százalékot itt nehéz lenne még mondani, hiszen ez a készdecináció ez folyamatosan még minden héten megy, és azt gondolom, hogy az egyéni közlekedésben és a buszos utazásokban is Görögország, Spanyolország jóval felülmutat a tavalyi átlagokat. A főszezon adatai azt mutatják, hogy továbbra is sokan vakációztak itthon, Természetesen még mindig a Balaton volt a sláger, de sokan pihentek a Velencei és a Tiszatónál, hétvégéken pedig a wellness szállodákban. Az utószezonban Európa délebbi területein és az észak-afrikai országokban még mindig nyári időjárás várja a turistákat, de már foglalják az egzotikus utakat is Tájföldre és az indiai óceán szigeteire.